Szeretettel köszöntünk mindenkit, nagy tisztelettel köszöntjük Molnár V. Józsefet, a Magyar Örökség díjas néplélekkutatót, aki nagyon áldásos tevékenységet folytat itt hazánkba a hagyományőrzés és a gyermekrajzok kutatása terén, és azt gondoljuk, hogy valójában minden településre el kellene, hogy menjen, és ott mondja el az ő üzenetét, és a most úgy nálunk a célközönség, most a tanítók és az óvónők, és nyilván az ő munkájukat ezzel a tudással jó lenne egy kicsit felfrissíteni, megeleveníteni, és mivel mi nálunk ez elkezdődött, hogy a hagyományok kapcsán folyik a pedagógiai oktatás és az óvodai oktatás is, és nyilván azt szeretnénk olyan információkat megkapni, ami kapcsán még jobban tudjuk azt a hagyományőrzést megerősíteni itt az óvodai és az iskolaoktatásban, és a mindennapi életünkben. Tehát erre szeretnénk egy kicsit úgymond gazdagodni, mert ezt nagyon fontosnak gondoljuk, és azt látjuk egyébként, hogy ennél úgymond integrálóbb erő, ami a közösséget szervezi, ami akár a cigány-magyar együttélést is elősegíti, annál, tehát ennél a hagyományőrzésnél nincsen, és ezért csodálkozunk, hogy miért nem üteszünk be ezeknek a nagyon sok 10-20-50 milliós tanulmányokat író idézőben szakértőknek ez, de azt szeretnénk ebbe is egy ilyen áttörés Magyarországon, hogy ebbe az irányba forduljanak az oktatásban, mert nagyon sok kincs rejlik benne, és mi azt látjuk, hogy folyamatosan ezzel foglalkozva a mi életünk is egyfolytában gazdagodik, meg mindig kérdezik, hogy miért járok így, mindig ezt is szoktam mondani, most már ezt sokan tudják érvedni, hogy mert mi azt mondjuk, hogy az elődeink öröksége, tehát a hagyományokhoz nagyon fontosak számunkra, és azt gondoljuk, hogy nem ilyen meghaladott ósdi, kidobandó tudásrendszer, hanem pont azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon értékes tudás, amit a mindennapjainkba kell úgymond érvésre és úgy megőrizni, hogy utána át tudjuk adni az utódoknak végül is. Tehát ezt mindig a ruhám, és ezt az üzenetet akarom átadni, hogy ne szaladjunk annyira előre ebben a nagy fejlődő demokráciában, mert ezáltal nagyon sok kárt okozunk a helyi közösségnek, és akkor mondom, nagyon örülünk, és akkor átadom a szót aztán. Köszönöm szépen, nagyon is te jó napot! Mert egy a Kárpát-hazában, ahol még nem voltam. Nagy Kálon előfordultam már egy párszor, Debrecenben még többször, Nyíregyházán is. Elnézést kérek a hangomért, mert ezelőtt 3 héttel Szegeden ilyen nagy teremben kellett előadást tartanom, és nem volt hangosítás, aztán végig kiabáltam, és az előadás végén annyira kitikkadtam, hogy kellett inni 3 korty vizet, teljesen elment a hangom. Csak susogni tudtam, most már valamennyi visszajött belőle. A gyermekrajzok üzenete. Az egyik legfontosabb dolog, amire nekünk felnőtteknek oda kell figyelnünk, és ez a egy alkalom itt, ez a 2 óra, szűk 2 óra, ez csak arra alkalom, hogy üzenetet adjak én ebből a hihetetlen gazda és kimeríthetetlen világból. Olyanokat mondok majd, hogy a világ minden pontján, minden kisgyerek belső késztetésre ilyet, meg olyat, meg amolyat firkál, illetve rajzol. Na, én nem jártam végig a világot, de van egy kiváló kutatóasszony, Rhoda Kellognak hívják, Egyesült Államokban él, és neki lehetőséget adódott arra, hogy az egész világot felkeresse. Járt törzsi közösségben, és járt civilizált városokban is, és ezelőtt vagy 30 évvel megírta azt a könyvet, ami igen nagy port vert fel a világba. Ez a könyv magyar nyelven a mai napig nem jelent meg, a könyvnek a címe pedig a Gyermekrajzok művészete. És ebben a könyvben Rhoda Kellogg nem kevesebbet állít, mint azt, hogy függetlenül attól, hogy a kisgyerek hol látja meg az áldatlan világot, lehetőség közösségbe, ez a csoda világra születése lehet. New Yorkban minden kisgyerek ugyanazokat a formákat rajzolja. Lesz-e neked fejlődés elmélet? Igen nagy vitát váltott ki, Rhoda Kellognak ez a felfedezése, de tekintettel arra, hogy 10 millió rajzot vizsgált, ennek statisztikai érvénye van,
és a mostani tudományosságnak is el kellett fogadni az ő kutatása eredményét. Rátámaszkodom, bár amióta Duna Televízióban, valamikor a 2000-es évek elején 10 részes sorozatom volt, amit háromszor ismételtek a gyerekrajzokról. Azóta én kapom a rajzokat Kínából, Mongóliából, Afrikából, mindenhonnan, mert mi magyarok úgy szétszórottunk a világban, sajnos. Tehát másféle helyen készülő gyerekrajzokat is ismerek, nem is egyet. A rajz az a gyerek játékának egyik fontos formája. Játék. Ez fontos tudnunk, hogy játék. A rajznak semmi köze ahhoz, ami ma az óvodában, az óvónénikkel, aztán az iskolában a tanítónénikkel is végeztetnek. A rajznak semmi köze az esztétikához. Tudom, hogy ez furcsa dolog. Semmi köze ahhoz. A rajznak egészen más feladata, mint az, hogy esztétikus, szép alkotásokat hozza létre. Mondjuk az oldáskorú gyerek, vagy akár az iskoláskorú gyerek. Esztétika, vagyis az, hogy a rajz az arányos, a rajz az beszédes, az attól függ, hogy a rajzot tevő gyerek, vagyis a játszó gyerek lelkébe mennyire rendezett. Másodlagos, teljesen másodlagos. Azt a fogalmat, hogy esztétikai nevelés, az kéne lenni az agyunkból. A rendezett gyerek az olyat rajzol, amit szívesen néz az ember. Egy bevezetés után, most még én rajzolok, aztán majd a gyerek rajzol. Mesélem, minden pontján minden kis gyerek rajzolja ezt a tilka formát. Minőség. Rajzolja ezt a tilka formát. Ezt szálka pirkának nevezzük. Szálka pirka, bár a tudományosság azt mondja róla, hogy eső pirka, hát a zápor esőhöz valami köze van, de inkább a naphoz van köze. Minden kisgyerek a világ bármely pontján születik, gondolkodásában gyökeresen különbözik tőlünk felnőttek. Minden kisgyerek eredendő gondolkodással látja meg az áldott napvilágát, ami azt jelenti, hogy a rokonító a gondolkodása. Tehát nála a teremtett világ sokfélesége egyetlen összefüggő rendszer, nem tud különvalóként vizsgálni semmit. Nagyon fontos dolog, amikor a kisgyerek teszi ezt a firkaformát, mind a két nemű, akkor indulatba jön. Hatalmas indulatba jön, perdületbe jön, akkor akkora erő gerjed benne, hogy úgy érzi, hogy ki tudná szántani magát a világból, ha éppen a eke szarva mögött állna. Nos, ehhez a filkaformához tulajdonság kapcsolódik, ez nagyon fontos. Minden filkaformához, minden színhez egyben tulajdonság kapcsolódik. A játék arra való, hogy a gyerek megerősödjék azokban a tulajdonságokban, amelyek az anyamébe formálódtak már benne, hogy felnőttként épeszű tagja lehessen a társadalomnak. Tehát fontos tulajdonság. A kisgyerek varázs. Varázs. Igen, ki teszi ezt a firkát, indulatba jön, igen sok esetben a ceruzájával fölsérti a papírlapot, az is előfordul, hogy össze is tépi. Kérdezik tőlem, hogy ott, ahol nincsen papír, ott hogy csinálják ezt a gyerekek, mert ott is csinálják. Hát az én gyerekkorom, én falon nőttem föl, innen messze, ennek a csonkított hazának a másik felén, őrségbe, Pankaszon, amikor ez a belső késztetés ránk jött, hogy firkálni kell, akkor fogtunk egy botot, és a tyúkudvaron, ahol fő nincsen, mert a tyúkok kicsibeket, a tövébe lévő kis gyöngyöket is, ott tettük a dolgot. Aztán törött a bot, kerestünk egy másik botot, öreg anyák néha ránk szólt,
Ne szántsátok fel az udvart, mert öreg apától kaptok tőle olyat, hogy. De mi szántottuk bárhat. És ehhez a irka formához ez a fajta tulajdonság, amely meghatározó módon a fiúban van jelen, de a lányban is jelenlévő, kapcsolódik, és a nappal rokon, a nap. Mégpedig a napnak a verőfényébe, azon a verőfénye, amiben ennek a eszendőnek a javarészt szén részünk volt, amely tövét szakítja a növénynek. Kegyetlen is tud lenni ez a verőfény, kegyetlen. És a nap, akkor az eredendő gondolkodásban hozzáthatik a férfi, mint tulajdonság, és a férfi akkor száraz. Száraz, szárkás, szikár. A férfi. Ha nem tudjuk. Ezek egybe tartozó fogalmak, a nap erőfénye, az, ami férfi természetű, illetve az, ami száraz, ami szárkás. Ilyenkor nem szabad rászólni a játszó gyerekre, törjön a bot, vagy tépje össze a papírt. Neki szüksége van arra, hogy abból a tulajdonságból, ami ezzel a játék formában gerjed benne, abból mennyi van az ő belsejében. Ha rászólunk, akkor újra meg újra nekiindul, akkor egy idő után feszült lesz, egy idő után alig kezelhető. Nem lenne igazságos teremtő Isten, ha nem adott volna egy másik tirka formát a gyereknek, ez pedig a fészek. Amikor a fészket formálja a kisgyerek, mind a két nő teszi, de elsősorban a leányok, akkor pont ellenkező tulajdonság varázsolódik benne, akkor kedvessé válik, ölelővé válik. Nekem az a véleményem, bár ezt a véleményt az égen világon semmivel nem tudom alátámasztani, hogy ilyenkor a paradicsomi állapotot varázsolja vissza magában, ez a paradicsomi állapot pedig anyánk méhébe volt valahányunknak. Ez az osztatlan szeretet birtoka, ez a jelző nélküli szeretet birtoka, ez a ház, a háznak a lehető legteljesebbje, az anyaméhébe. Ha az anyaméhébe gyerekek a leszébe, vagy a leszébe, az a fajta tulajdonság varázsolódik ezáltal, amit az anyaméhébe jött. Hát, tehát szeretetre gerjed, akkor ez a hold tartozik. A hold tartozik, mert az anyamé, meg egyáltalán a nő, az hozzá van kapcsolva ezzel láthatatlan szállal a holdhoz. Földi környezetünk, teremtő nagyhatalmonak a szabályzó oktalom, az pedig a hold. Azt manapság kevesen figyelik meg, hogy a másik neműnek, vagyis a nőnek a havi tisztulását is a hold ciklus ideje adja. Azt még kevesebben figyelik meg, hogyha tele hold van, akkor lányaink, asszonyaink ezzel. Én szoktam mondani férfitársaimnak, hogy a tele hold van, Isten őriz, hogy vitát kezdjen a feleségébe, mert úgyis a feleségének lesz igaza. Óriási erő húzzat benne, az egész hold erejé beleköltözik. Nos, régen, amikor még úgy természetesek voltak a dolgok, a nők, a lányok és az asszonyok tele volt éjszakáján nem feküdtek le. Egész éjszaka fönnmaradtak, valamilyen munkát végeztek, vagy babot fejtettek, vagy tökmagot fejtettek, vagy szőttek, vagy fontak, vagy himeztek, tollat hoztottak, mikor milyen
munkának a dandárja volt. Egész éjszaka kiflegyhetően mondtak, mert az az erő, amit a hold gerjesz bennünk, ez hatalmas erő, az kell, hogy kiszemetelje őket. A pletykával kiszemet előtte megnyugodtak, és másnap nyugodtan, szépen, csöndesen tudták tenni a dolgokat. Anélkül, hogy leteremtették volna az urukat, meg az összes gyereket, meg az öregszülőket is. A hold, hát akkor a nő, minden nőség tartozik. Nem véletlen, hogy a nap, a mi ősi-ősi itt világunkban teremtmény, és a nap a már későbbi módosult itt világunkban alkalmas arra, hogy a közénk született Isten Jézust idézze meg. Ott, ahol él nemzet a hazám, él még nemzet a hazám, és élni fog a világ végezetéig, ott még reggelente köszöntik a napot. Ott azon a vidéken, ahol fölmenőink születtek, Vas megyében, őrségben, ezt az imádságot mondta öreg apám. Nap felé tekintve, ott érdepeltünk a udvaron, mikor reggel felkelek, napkeletre tekintek, ott látok egy aranyágat, aranyágon zöldességet, ott jön Krisztus. Igen, a napot nem tévesztettük össze közénk születettel, de a napot alkalmasnak tartottuk arra, hogy megidézze őt a legfontosabbat. A hold pedig az Isten szülő asszonyt idézi meg. Ha valaki Erdélybe jár, a Csiki medencében, és Áttaluban, még ma is hallja az öreg székelyektől, hogy a Baba Mária áldja meg magát, vagy a Baba Mária segítse útjain. Hát a Baba Mária, az a napba öltözött asszony, a Baba Mária szobra az otthon a Csíksomjék 2 templomban, a napba öltözött asszony rajta van a pocsarlón, és ezek a székelyek, csiki székelyek, illetve a csángók a Gyimes völgyében, sőt túl a Kárpátokon a székelyező csángók is, a holdat babbának nevezik, két bével, ahogy mondom, babba, és a holdnak az urasszonyát, tehát akit megidéz a hold, az pedig Baba Mária, az Isten szülőasszony. Ezeket nem kell kitalálni. Ami ősi hitünket, ősi vallásosságunk, nem kell kitalálni. Állandóan mondom én a fiatalabbaknak, és manapság azt tapasztalom, egyre több van államnál fiatalabb, mert hiszem, hogy hazafelé tartok saját életutamat, hogy szorulás közben WC-n senki ne találja ki a mi ősi hitünket, mert az megmaradt a mai napig tisztán, egyértelműen, félreértetetlenül is bizonyított. Tehát egyik a napot, másik a holdat idézi meg, egy férfi, a másik nő természet, és a nő természet akkor nedves. A hold minden nedvességnek az intézmény. Az agyam évben is. Agyam évben, de a paradicsomban ott van a magzatvíz. És amikor telik a hold, akkor a magzatvíz, de sok minden más, lehetőségét adja annak, hogy a magzatod bent gyorsan fejlődjön. Amikor fogy a hold, akkor visszafogja a fejlődését. Amikor nincs hold, akkor megszünetel 3 napig. Mert 3 nap adódik, amikor nem látjuk a holdat, ott fönt a mennybéli mező. Régiségben a bába asszony ment levezetni a szülést, és látta, hogy növő hold van, sőt majdnem tele van a hold, akkor tudta azt, hogy neki egyszerű dolga lesz, hiszen édesanyja jegykötőjét csak oda kell tenni a születés kapuja elé, és a fönti bába, a babba, az világra segíti a gyereket. És nem izgultak, egyáltalán nem izgultak, ha valamelyik csecsem úgy gondolta, hogy még 2 hétig ott bent marad, mert jól érzi magát. Nem mentek orvoshoz, nem kértek injekciót, semmiben nincsen, akkor éppen fogyott a hold, és ez ágában nem volt a bent, hogy most ő meglátogasson bennünket.
itt a kinti világban. Ezeket érdemes figyelni. De nem lenne teljes a világ, ha csak ez a két egymás kiegészítő tulajdonság létezne, a Teremtő Úrnak a akarata. Van egy harmadik is. Van egy harmadik is, amikor a kicsi gyerek pontot rajzol. Én megfigyelem, mert amióta gyerekrajzokról való könyveim sok minden más elterjedte, azóta áll Isten óvó bácsi is vagyok. A soproni óvóképzőnek a tanóvodájában rendszeresen jelen, és hát figyelem a gyereket, amikor játszik, amikor a játéknak ezt a formáját, a rajzot tesz. Csodálatokat tapasztal az ember. De nem pöttyinti a pontot emberek, hanem sokszor félek, hogy törik az újabb erece, mert még mindig azt a semmi formát valósítja. Ennek a pontnak van két közeljárulma. Egyik az, amikor kicsi karikát formál a gyerek. Ideges felnőtt ne nézze a gyereket, mert azt hiszi, hogy őt akarja a gyerek bosszantani. Nem létezik, hogy ezt a kicsi formát nem lehet befejezni. Aztán befejezi egyszer. Ennek a kicsi karikának ennek van egy ikertestvére, két kicsit nekünk, amikor bemászolja. Tehát amikor fortál formája is jelent. Na ez a három forma van. Nincs több. Ki se lehet találni többet. Nincs ennyi. Gyerek ismeri a egyenes szakaszt, ismeri a görbületet, ismeri a foltat, és minden összetett rajz, kivétel nélkül a legrendszerezőbbet is, ebből a hátsó alaptudikából formálódik. Ennyi. Nincs több. Három alaptudikából formálódik. És ez a harmadikhoz hozzátartozik egy égi test, nem alatt más, mint a csillag. Amikor megkérdezem, hogy vajon melyik csillagot vonza ez a kicsi pont, vagy kicsi karika, vagy kicsi folt, ami újjon lassan rajzol a gyerek, akkor rendszerint azt válaszolják, hogy nem kérdezem meg, hogy a Vénuszt. Nem, nem a Vénuszt. Vénusz csodálatos bolygó, csillagnak nevezik ugyan, de bolygó, hiszen amikor lemegy a nap, akkor ő ott van rögtön a mennyvolton, mielőtt fölkel a nap, jelzi, hogy hol fog fölkelni. Nagyon fontos a Vénusz, szeretet, szerelem, sok minden hozzá kötődik, közvetlen és áttételes is, de nem a Vénusz. Nem a Vénusz, és ha már azt mondom, hogy nem a Vénusz, akkor megkérdezem, hogyha nem az, akkor micsoda? Melyik csillag? Ennyi válaszra nem vártam. Tessék? Nem hallottam semmit. Iskolában, én még elemiskolába jártam, délután erről szó lesz. Mennyire fontos lenne az elemi iskola, ahol elemi dolgokat megtanul az ember. Nem általános iskola, hogy általában ezt is, azt is kap a gyerek, csak éppen nem tud elemi csak. Na szóval, elemi iskolában, ha felett valamelyikünk, akkor épkézlá, hallható, hangsúlyozott, tiszta mondattal kellett fele. Ennyi. A motyogást a tanító úr, nem igen fogadta el. Az északi sarcsillag. Az északi sarcsillag.
fönn a mennybéli mezőn, mert az éjszakai fönt az a mi népünk számára mennyi. A nappali fönt az pedig ég. Össze-vissza kutyuljuk ezt a kettőséget. Össze-vissza. Már régóta nem rendeltetés szerint használjuk a szavainkat. Mindent összekeverünk. Tudatos ez a keverés. Akik rátelepedtek a világra, az a szabad különbség, ami a sátán világát valósítja, tudatosan teszi ezt. A mennyboltnak itt az északi féltekén, ha fölnézek oda, egyetlen egy moccanatlan pottya van. Ez pedig az északi sarcsik. Minden más csillag, minden más csillagkép körülötte látszik forogni. Hihetetlen fontos. Hihetetlen fontos. Egy tenger jön létre rögtön. Ennek a tengernek az egyik vége ott van, a mennyi volt kellős között én van, a másik vége én vagyok. És ekerül a tenger, körül forog a Teremtő Istennek fénykép írása. Fénykép írása. Üzen nekünk ezzel a képírása a Teremtő Úr, ma már el se tudjuk nagyon olvasni. Gyermekvilág ezt ennek. Gazdag Klára néprajzosnak a könyve, ezt ennek pedig egy zsákfalú a keleti Kárpátok tövében. Az ezt ennek kisgyerek ezelőtt két ember öltővel még, amelyik kint őrizte éjjel-nappal rábízott jószágot, ha éjszaka fölzavarták, bármikor, bármelyik időszakban, pontosan meg tudta mondani, hogy hány óra van, szinte perce. Perce, perce. Egyebek között ez a mutatórendszer, ami ott fönt van, ezen a tengelyen, mutatja az időt, és ez pontosan működik, sokkal pontosabban, mint zsebórán, bár erre sem is gondolszom. Ezt ennek pásztor gyerek, meg tudta mondani, melyik Attila csillag, melyik Szent László, melyik a Székely csillag. Hiszen történelmünk is, fényes történelmünk csillagokban íródott egyre között, és sok-sok tulajdonság, ami életünkben jelenlévő, azt alakítja formáját, az ott a csillagokban fénykép írásként van jelen. Most nagyon fontos ez a tenger. Nagyon fontos a tengernek azon vége, amelyek a északi sarcsillag. Ami ősi teremtésmondákban, hung teremtésmondban, akik hallgatnak engem, azok megszokták már, hogy nem pinnugrálok, mert semmi közünk, lényegi közünk nincs a finnugorokhoz. Nagyon rendes népek félreértésnek sincs, csak a magyarság az kint a többi. Hun eleink azt tartották, hogy a világot formálja aranyatya, nem jó tengrit, aranyatya, a világot formáló aranyatya, ott ül az északi sarcsillag alatt, az ő aranyos trónusán nagyon fontos. Hihetetlen fontos. Nem ő a teremtő, mármint nem a sarcsillag a teremtő, de a sarcsillag helyzete, teremtőtől adott helyzet megidézi, előhívja az örök Istent, az öreg Istent. A világ mindenkori urát. Ebben a hun teremtésmondában kapjuk azt, hogy Kotyó jobb kezében hintáztatja oldat, jobb kezében hintáztatja a napot, és bal kezében hintáztatja oldat. Egyértelmű, hogy mind a kettő teremtné. Mi a teret az időtől soha nem szedtük szét, mint az egész európai középkor, illetve
középkort megelőző ókor, a dekadens birodalom. Onnan egyetlen Istennek az esztendő körében és a Föld különböző vidékén más-más módon megjelenő tulajdonságában külön istenséget formált. A teremtőnk Istennek tulajdonságát hordozó égi testek is külön istenként voltak jelen a műveltségben, mivel szétszették a teret az égerőtől. Nem véletlenül, másba zújították a népet. Fontos tudunk, alaptudásunk Szkétiától napjaink. Soha nem volt panteizmusunk, mindig egyetlen egy teremtő, élő Isten ismertük, és csak őt imádtuk. Tiszteltük, hatalmasan tiszteltük a teremtményei. Földi környezetünk két nagyon fontos. Isten adta létezője a nap és a hold. Hogy ez a hung teremtés mondva, hogy maradt meg a mai napig, annak egy példáját van mondom. Gyimes. A Gyimes völgyébe ezelőtt 300 évvel telepettek Sángok, Udvából, illetve maradtak a székelyek, az örködők, és telepedett oda a kevés számú román is. A Gyimes völgyében, a hidegségben, patakok mentén, a mai napig reggelente még köszöntik a napot. És az egyik nap köszönti imádságnak néhány mondatát van idézem. Elnézést kérek. Köszöntelek téged, Isten szent igéje, Isten szent rendelése, Isten szent eredménye, fényes világ, áldott napom, ki ez mai napot megvilágosított. Teljesen egyértelmű. Isten szent igéje, Isten szent rendelése, Isten szent eredmény. Soha nem imádtuk a napot Istenként. Semmi közünk az ókori népek napisten imádásához. Se az egyiptomihoz, se a sumérhoz, se a persához. Ezt pontosan tudnunk kell. Egész pontosan tudnunk kell. Már mondtam, ha valaki rájön a szorulás, mellékenység. Ne találja ki az ősvallásunkat, mert az a mai napig létezik. Ott, ahol él nemzet a haza. Mindenkit tekintve, ugyanúgy, amit régen. Észak is hagyjuk. A nap a közén született idézi meg, hiszen születik, föl kell, uralkodik és leszett. Isten, amikor emberként közén született, akkor született, fölkelt, uralkodott és veszett. Északi sarcsillag, amely mozzanatlan, az örök Istent tudja megidézni. Nos, amikor én kisgyerek voltam, akkor minden este a pongaszon a ház előtt lévő Istenfa tetején meg kellett néznünk lefekvés előtt az északi sarcsillagot. Minden ház előtt ott volt az Istenfa. Volt magyar kert. Volt. Nem decoration, nem esztétika. A magyar kert minden virága, minden fája az Istennel való beszélgetésünket segít. Volt magyar kert. Azért kellett megnéznünk az északi sarcsillagot, amely mindig ott mutatta meg magát, ennek az oszlopos tujának a tetején, hogy nyugodt álmunk legyen. Igen. Jó lenne most, ha a
gyerekek, nem valamilyen irtózatos televízió filmmel köszönnének el a napon, vagy még annál is hosszabb számítógépes játék. Nyugodtál. Az a mozzanatlan fényes pontot alkalmas arra, hogy elvívja a bennünk lakozó örök Istent, az öreg Istent. Ő adja a nyugalmat. Arra van hitelet. Isten fölöslegesen semmit nem teremt. Most amikor az északi sarcsillagot, az örök Istent megidéz, északi sarcsillagot jelölő pontot, karikát, fontot formálja a gyerek, akkor a saját gyerekkorának tartalmát közvetíti nekünk. Ez a gyerek, mag, mozzanat. Nem tudom, ilyenkor szokták mondani, hogy tanár úr vagy Jóska bácsi, hogy életében nem látott gyereket, azt mondja, hogy a gyerek mozzanatban, pedig mozzanatban. Fölmenünk hitébe, minden kisgyerek 7 esztendős korig, nem 6 évig, 7 esztendős korig Isten tenyerén él. Minden lényegi tudást közvetlen tőle kap. Bizonyítható tény. Majd a rajzok kapcsán erről szól. És a tudás, amit Istentől kap, téridőn kívüli szent révületben játékká formálja. Azért, hogy megismerje azt a világot, ahol neki felnőttként majd nem parazita módon, hanem serkentő gazdaként kell élni. Ez az ember élet lényeg. Igen, a gyerek lényegét tekintem utcának. De mondják nekem, Jóska bácsi, főleg a fiú gyerekek az a futkusnak, oldaudvaron is. De kicsi fiú nem azért fut, hogy a teret megismerje. A futásért fut. Ezért fut neki a másiknak, ezért fut neki a nyitva hagyott kiskapunak, mert a futásért tesz, amit tennie kell. A gyerek mozzanatlanság. Amikor életemben először jártam Moldvában, a moldvai csángó magyaroknál, egyik csángó faluban, talán Pusztinán, talán a külső Rekecsünkben, öten mentünk egy poros utcán, mentünk egy asszonyhoz, aki gyönyörűséges énekeket tudott. A utca porában láttunk egy kisilányt, amelyik a port húzta szoknyája alá, nyári idő volt, és amikor kellő mennyiségű por ott volt már a szoknyája alatt, akkor belepüsült, és fogácsákat formált belőle. Golga mentiek, vagy a palócok, vagy akár itt mindenütt. Itt tették a fölmenőik, a itt lévőknek a dédszülei is. Egyébként a pisivel semmi gond, mert gyógyító erő van benne, félértés nélkül. A gyógyításunk egy igen fontos eszköze volt. Szóltam a barátaimnak, hogy csöndbe mennék már el a kislány mellett, mert készül anyának. Igen, készül anyának. Arra a hitelés. Ez nem
visszatérek. De mi nagy szöveggel mentünk el mellette, a kislány nem vett észre bennünk. Kicsi túlzásorban akkor volt a román hadseregnek valamelyik páncélos dandárja dübörgel, leverendő valamelyik zsírvölgyi bányászlákot, a kislány azt se veszi észre. Ez a rédület. Ez a téridőn kívülség. Ez az ember legszentebb állapot. Mikor jöttünk vissza, másfél-két óra múlva, a kicsi lányka még mindig formálta a pogácsákat, és mondta azt az egész magyar nyelvtörletem ismert, régi-régi versezetet, hogy süti-süti pácsát, süti a pogácsát. Gyönyörű volt. Európa három nagy hazugságnak. Az egyik hazugság Darwiné. Darwiné, ez a szédült szerzetes, fölállította a fejlődés elméletet. És a fejlődés elméletben ő kitalálta azt, hogy mi emberek majom félétől származunk. Valamikor Londonban, a legnagyobb múzeumban, a British Múzeumban, mindjárt, hogy bement az ember a bejáratba, ott volt az majomtól egészen az emberi a koponyáknak a sora. Aztán elvették onnan, mert hamisítvány volt az egész sor. Nekünk semmi közünk, semmiféle emberes állatkoz. Az embert Isten saját képére teremt. A csimpász, vagy a gorilla, amely formálisan hasonlít ránk, sőt a hordgyulát nézegettem a régiségbe, akkor még azt is elhittem, hogy ő tényleg a majomtól származik, a nagy mancsai a térdeig értek le. De ez csak tréfunk. Tehát a csimpánz, vagy az orangután, amely formailag látszólag közel áll az emberhez, akkor válik anyás kohorvá, és minden más emlős állat, minden más két nem létező, amikor ivar érett. Az ember lányok. Hát egy éves korában. Vagy még egy, ha nem Barbie babát adunk a kezébe, ami bűnözés. Megbocsátatatlan bűnözés. Hiszen a Barbie baba se nem anya, se nem gyerek. A Barbie baba a szép asszony, a hölgy. Akiről a Szeged környékiek azt mondták, a Veronikorú, gyermek a szépasszonynak, anyja, a ardöngős vén anyja, aki a sátánnal szeretkezik. Ez így igaz. Szóval a baba van a gyerek környezetében, a kislány környezetében, még tipegőd, de már sétált. Még tipegő, de már ringatgatja. Már etteti. Már öltözteti. Már mondogál neki. Ennek a minden leánnyal vele születő anyaságvágynak semmi köze a testhez. Semmi köze. Ez a szűz anyaság. A szó bizonyítható igaz értelme. Ezek alapvetések.
Ennek pont az ellenkezőjét tanítja a civilizáció. Minden. Hiszen Mária Terézia annak idején kijelentette, hogy az iskola arra való, hogy jó halottat neveljen a császárnak. Az iskola ma is arra való, hogy jó halottat neveljen a most regnáló császárnak, ha úgy tetszik, az IMF-nek. Fogyasztói 2.0-ákat. Gondolkodása értéket megtartó létre képtelenek. A kisgyereknek ezt az osztatlan szent idejét a civilizációban darabokra tépjük. A régiségben, ha valakitől kértem a szívességet, vagy ő kért tőlem szívességet, akkor azt mondtam, hogy majd szentelek rá időt, vagy áldozok rá időt. Ma azt mondjuk, hogy szakítok rá időt. Ember! Naponta tesznek hülyén. Vasszizd a szakítok ráid. Az, hogy felnőttek a saját időnket szétszakadjuk. Az a mi bajunk, az most már gyógyíthatatlan beteg. Hiszen semmire nincs időnk, mondom, semmire nincs időnk. Semmire. De a gyerek osztatlan szent ide. Ezt ne tépj szét. Pedig azt csináljuk, csupa jó szándék. Ott, ahol olyan óvoda van, ahol a óvó nénik adják, hogy a gyerek játsz. A gyereknek egyetlen egy dolga van, Istentől rendelt dolga, hogy játsz. Csak az, hogy játsz. A játékkal veszi birtokba a világot. Ott a szülők följelentik a polgármester úrnál, a vezető óvónénit, hogy itt csak játszanak a gyerek. Idő előtt nem kapnak tudást valamilyen idegen nyelvből, vagy idő előtt nem ismerkednek meg a számítógép rejtelmeivel. Viszont a régiségben 7 esztendős korig a kisgyermek sem a polgárcsaládban, sem a parasz családban semmilyen feladatot nem kapott. Éltem. Nem úgy olvastam, főleg nem a világ állam találtam rá. A világ legnagyobb szemétdobja. Semmilyen feladat. Emlékszem rá. Öregapám olyan mívesen tudta a ganajt kivinni a tehén alól a listálóból. Kicsi gyerekként elkértem a Bellát tőle, hogy öregapám, most csináljon már. Aztán küszöbben lepottyantottam a ganajt, mosolygott, majd felelősz gyerek. A lánygyerek szívesen odaül anyja mellé, amikor tésztát gyúr, amikor pogácsákat szaggat, amikor a zöld borsót fejtik ki, akkor beletáldanak fogad. Takarít is. Minden lány ótól látja, édesanyám takarít. 7 éves korig a gyerek kell, hogy játszol.
kell, hogy szent rédületbe tegye a játékát. Az osztatlan szent idő birtokát. Karácsony Sándor, ennek aztán a legnagyobb gondolkodója, azt írja az ifjúság neveléséről című könyvében, Debrecenbe tanított sokáig, hogy nincs épp felnőtt kor a gyerek 7 éves koráig nem tudja szabadon kijátszani magát. A svédek kitalálták. Nem véletlen Svédországban van a legtöbb alkoholista, mert már nem tudják elviselni a jólétet. Idézőjelben jólétet, mert nem jóléte, ahogy ők élnek. És végre kitalálták, hogy 3 éves korban a legfogékonyabb a gyerek. Tehát 3 éves korban már a gyereket iskolába lehet. Ami borz. Teljes megölését jelent. 6 éves korban se szabadna iskolába adni a gyereket. Mert a kisgyereknek semmiféle időérzete nincsen. A kisgyerek nyíladozó értelme alkalmatlan arra, hogy befogadja mindazt, amit majd 7 éves korában már betűt fog. Öröm az a szülő, akinek én tesztes a gyerek. Óvodában csupa jó szándék. 1 óra ilyen foglalkozás, 1 óra amolyan foglalkozás, 1 óra meg emilyen foglalkozás. Nesze neked osztatlan szentét. Hála Isten, egyre több óvoda van a Kárpát-hazában, most már Erdélyben is, meg Délvidéken is, Bácsában, ahol hagyják, hogy a gyerek játszik. Váradiné Irénkének sorra jelennek meg a könyvei óvodai nevelésről. Ő Bárándoné vezető óvónő volt, és tiszta, kristálytiszta példáját adja onnan, hogy az óvodában hogy lehet megtartani az osztatlan szentét. És azok a gyerekek, akik ilyen óvodából kerülnek iskolába, egyáltalán nem hátrányos helyzet. Sőt, mert ha idő előtt terveled valamivel a gyereket, akkor csömört, undort kap tőle. És tele van megfelelő kényszerre, ami félelmet gerjeszt. Egy példát. Elnézéseket kérek, hogy dörgök. Dörgök, dörgök. Dörgök, ha gyerekről van szó, akkor nem lehet visszafogni azokat az érzelmeket, amelyek bennem az örgemberbe földörgök. A gyerek nem kísérleti patkán. Még csak nem is kísérleti nyúl. A gyerek szentség. Egyáltalán az ember élet, mint olyan szentség, ezen belül a gyerekkor a legfényesebb. Szólunk.